Annak érdekében, hogy az érdemi munka mielőbb megkezdődjék, 150 olyan különböző területeken kiemelkedő egyéni teljesítményű vajdasági magyar alkotót, szakembert levélben kérnek fel az együttműködésre. A kultúra, a művészet, a felsőoktatás, az oktatás, a közművelődés az általános civil tevékenység területén, akikkel mérvadó módon lehet megfogalmazni a cselekvés lehetséges közös nevezőjét. A Magyar Nemzeti Tanács és állandó testületeinek munkája így gazdagodik majd, megteremtve ezáltal azt a felelősség teljes és széleskörű együttműködést, amit a vajdasági magyar közösség joggal vár el mindannyiunktól, írja Építkezés és Párbeszéd című közleményében Pásztor István. A VMS elnöke kiemelte, a vajdasági magyar közösség érdeke a párt és az MNT szoros, érdekérvényesítő és hatékony együttműködése, aminek alapját a választásokon megfogalmazott és a magyar Összegy 31 mandátumot jelentő választási program megvalósítása képezi. Ennek középpontjában a szakmai tartalmi fejlesztések állnak. A múlt év októberében megtartott nemzeti tanácsi választásokat követően a vajdasági közélet eseményei háttérbe szorították az érdemi munka lehetőségét, véli a VMS elnöke. A már a csillapodni látszó feszültségekkel terhes időszak fókuszában a tisztújítás előtt álló Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a nemzeti tanácsokról szóló törvény értelmében más szervezeti felépítés alapján felálló Magyar Nemzeti Tanács áll, taglalja közleményében Pásztor István.